figyelj! Isten ott a királynőt és a fasiszta rendszerét. Őt tesznek bolondá, egy kecsegő bombává. Isten ott a királynőt, aki nem is egy ember, de jövője sincs már. Itt ne számíts rá! Senki se mondja meg, mit akarunk. Senki se mondja meg, mire vágyunk. Úgy sincs jövőd, nincs jövőd, nincs jövőd neked! Ez nagyon emberi történet. Persze a hatalom ott dübörög, és a hatalomnak a játszmája ott dübörögnek végig a történetben, történelmi hűséggel és valós történelmi háttérrel megalapozva. De az emberi tragédiája az a fontosabb számomra, Erzsébet emberi tragédiája. Shakespeare-nek egy élethelyzet és egy törekvés, a valós tényeken alapuló, végül is egy fikciós játék, de épp a rendezés erénye, hogy nem szűkítette le, és nem kényszeríti csak egy szűk mesdjére a néző fantáziáját. Nincsenek azok a nagy áthallások, sokkal tágabb fantáziára és tágabb gondolkodásra ad lehetőséget. Megvan az új málnásom. Na jó, döntöttem. Minden, Essex beszélhet, amit akar. Döntött, meg kell védenem őt. Én voltam az, aki az ír kérdésen túl sokáig töprengett, de most eldöntöttem. Legyen az új alkirály, az ír lázadás leverészére a legalkalmasabb ember. Sir William Knollys! Felséged egy róka ravasságának áldozata. Királynőmet bölcsessége vezette erre a döntésre. Tudjuk, ki hálózta be a királynő, de vigyázzon a szemfényvesztő. Élete felét sem éli meg, aki vérre szomjazik. Halálos fenyegetés a tanácsban! Essex Ward a pártja meggyengülésétől rettegve ellenzi Knollys Írországba küldését. Jó, elég legyen már. Eldöntöttem és kész. Essex beszélhet, amit akar. Részemről ez a kérdés ezennel le van zárva. Na most, ami pedig a spanyol békét illeti... Hülye kurva! Menj a picsába! Ez olyan sértés, amit nem tűnök el! Még lapát közéte sem tűrtem volna el! Kificamodott a nyakam. Add ide! Hogy is kell ezt? Ne segítsél már! Nekem kell megtanulni. Géza rengeteget tud, és rengeteget átadott nekünk az olvasó próbán, ahogy elmesélte a kort, ahogy fölvázolta a szerepeket is. Nagyon sok újat tudtam meg Shakespeare-ről, Shakespeare szándékairól, így, hogy most magát Shakespeare-t kell játszanom. Nyilván úgy tekintek rá, mintha egy Csehov hőst kellene megformálni. Próbálom az emberi mozgatórugókat megmutatni, és persze hát a művészi nehézségeit, a művészi kilódását is. Ilyen három részre van tagolva a színpad, ez önmagában ad egy térbeli fölosztást is. Lelkileg is három szinten játszódik a pokolban, a földön és a mennyben az előadás, tehát horizontálisan és vertikálisan is van egy hármas tagozódása az előadásnak. Egy különleges játékstílus, hogy végig gyakorlatilag egy vetített hálót és festett háló mögött játszunk, néha több rétegben egymás mögött. Itt van előttem, megkérlek, hogy üres perceidben írj egyet az én kedvemért is. Mit szólnál Shakespeare ura Macbeth és kegyetlen felesége témájához? Démonokat, kísérteteket vehetnél be a darabba, mely tárgyhoz magam is jól értek, és alkalmasint metafizikai vitákat folytathatnánk róla négy szem között. Hozzuk divatba az érzékek felett itt. Szerintem ez... Ez teljesen... Ja, figyelek. S ha már az általam oly kedvelt, misztikus témák vetődtek fel, megbízlak, kedvelt hívem, egy visszajáró kísértet megformálásával is. Szerintem ez zseniális gondolat. Én szívesen játszanék ilyet, én szerepet, Will. Én szinte már látom magam benne. Jó, majd a Macbeth című darabban lesz rá módod. Melis László írta a zenéket. Szonettek vannak megzenésítve, illetve régi rock nóták vannak kicsit áthangszerelve. Lázadó rock nóták Ben Johnson előadásában. Az érdemi toldusnak született, és itt már semmiségre pompa vár, és árulás úgy minden szent fitet, és becsületet ugyanúgy a láz, és szűzeit a gaszti pornikét. Utalunk és beszélünk egymásról kölcsönösen, és az Erzsébet királynő is hivatkozik nagyon sokszor Shakespeare-re. Van egy közös jelenetünk a darabban,
nagyon tiszteljük egymást, van nem férfinő vonzalom, de talán még az is rejtettem benne van, hanem két nagy formátumú személyiségnek a egymás tisztelete és egymáshoz való vonzódás ez benne van, és nem tud kiteljesedni ez a kapcsolat. Legyen a Julius Cézár. Egy Shakespeare meg kell, hogy értsen. A költészet nyelve, a hatalom nyelve ugyanúgy eltúlozza ítéleteit és átlényegíti. Vagy feloldja az erkölcs kérdéseit mind a kettő, ugye? A nagyság szempontjából mellékes, hogy élnek vagy visszaélnek vele. Velem tart? Tudnom kellene, hogy hová, felség? Segítsen Essexnek. Elköszönhet. Az érdemét koldusnak született, és itt van semmiségre pompa vár, és árulásul minden szent hitet, és becsületet rúgyanú a láz, és szűzerék a kaszti porni kész, és tökéletes kurcsot otja láz, és szétszerűt ott bén a vezetés, és észre láncot doktor Balga vett, és hatalom előtt bén a szó, és egyszerű kap egy ügyű nevet, és rossz kapitány rabja lesz.